A nap legfontosabb eseményeivel és az időjárási előrejelzéssel jelentkezik híradónk. Köszöntöm nézőinket! A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon a 2019-es évben kismértékben nőtt a népesség természetes fogyása, csökkent a születések, de megugrott a házasságkötések száma. Pápán az országoshoz viszonyítva más tendencia figyelhető meg. Városunkban mindhárom adat emelkedett, leginkább a házasságkötési kedv. A halálozások száma 6%-kal, a születéseké 11%-kal nőtt. A tavalyi év 432 babája az elmúlt 10 év második legjobb esztendejét eredményezte. Anyakönyvi körképünk következik. 225 pár döntött úgy pápán a 2019-es esztendőben, hogy összeházasodnak. Az elmúlt 15 év statisztikái alapján a házasságkötések tekintetében kiemelkedően jó esztendő volt a tavalyi. Tudtuk meg Molnár Andrea anyakönyvvezetőtől. A házasságkötések száma 17%-kal emelkedett, ez 225 házasságkötést jelent. A tavalyi évben 19 külső helyszíni esküvőnk volt. Ezek közül a legnépszerűbb a kastély, illetőleg Mátyusháza pusztán a Playa Luna nevezetű esküvői helyszín. A születések számát illetően is jó adatokkal büszkélkedhet a város. A 2018-as 388-hoz képest tavaly 432 újszülött látta meg pápán a napvilágot, ami az előző évhez képest 11%-os növekedést mutat. De ez csak az elmúlt másfél évtized ötödik legmagasabb száma. A szülők most is választottak különleges neveket, így újként feltűnt a Florina, Felda vagy a Vitus Ádin név. A lánynevek közül az idén a legnépszerűbb az a Maja, a Bogi, a Hanna és a Flóra volt. A kisfiúknak leggyakrabban a Noel, a Milán, a Marcel és a Dániel nevet adták. Tavaly a városban 583 ember vesztette életét, ami az előző évhez képest 6%-os emelkedést mutat, de más anyakönyvi események is történtek a városban. Állampolgársági esküt tett 2019-ben 7 fő, és ami még érdekes lehet, hogy 52 darab névváltoztatási kéremet nyújtottak be hozzánk, tehát ez a születési névváltoztatásokra vonatkozik. A tavalyi esztendő elején bevezették a többnyelvű anyakönyvi formanyomtatványt. Ami azt jelenti, hogy az anyakönyvi kivonatokhoz egy fordítási segédletet tudunk kiadni az Európai Unió országainak gyakorlatilag minden nyelvén. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek ezt vihetik magukkal, és nem kell fordítatni, erre pénzt szánni, rögtön tudnak ügyet intézni az adott országban. Molnár Andreától azt is megtudtuk, idén sem csökkent a házasságkötési kedv. Sokan jelezték szándékukat, sőt az idei évben egy pár már össze is kötötte egymással az életét. Eilat városából érkezett delegáció tegnap este pápára. A Vöröstenger partján található település egyik énekkara látogatott el városunkba, hogy megismerkedjenek a várossal, az izraelita közösség történelmével, s hogy koncertet adjanak a pápaiaknak. Ma délelőtt a Városházán fogadta az eilati kórust és az eilati városvezetőt dr. Áldozó Tamás polgármester, majd a kastély megtekintése, a zsidó temetők és a zsinagóga meglátogatása szerepelt a vendégek programjában. Pápa és Eilat között több éve áll fenn jó kapcsolat. Többször ellátogattak már egymás településére, mondta el dr. Áldozó Tamás, akitől megtudtuk. Az eilati polgármesterrel pápa holland partnervárosában, Kampenben ismerkedtek meg. Negyedik alkalommal vagyunk már itt pápán, a külkapcsolatokkal foglalkozó kollégámmal, a kórustagok most járnak itt először. Azért jöttünk, hogy megismerjük a II. Világháború előtt itt élt zsidó közösség történelmét, mely összekötő kapocs tud lenni Eilat és pápa között. A két városvezetés között jó a kapcsolat, mi, amikor idejövünk, úgy érezzük, hogy hazajövünk. Célunk, hogy a közöttünk lévő kapcsolatot még szorosabbá tegyük. Az eilati kórus tagjait és az izraeli város vezetőjét a pápai városházán Áldozó Tamás polgármester köszöntötte. Az üdvözlő szavak és az ajándékok átadása után a vendégek több eilati dalt is elénekeltek.
Eilatnak nagyon sok nemzetközi együttműködése van. Eilat testvérvárosai közé olyan települések tartoznak, mint Dél-Afrikából Durban vagy Toronto. Tehát ezek több milliós települések, és azt gondolom ez egy kitüntetett pozíció, hogy polgármester úr rendszeresen visszatér pápára, és fontosnak tartja, hogy így legyen. Én szerintem ezekkel a jó személyes kapcsolatokkal meg lehet alapozni azt, hogy intézményesen és strukturálisan is egy működő kapcsolat legyen a két város között, ami tartalmát tekintve onnantól kezdve felér sok más testvérvárosi kapcsolattal. A kórus 38 évvel ezelőtt alakult, az alapítók között ott volt a polgármester is. Az énekkar tagjai amatőr zenészek és énekesek, valamennyien Eilatban élnek. A holnapi koncerten angolul és héberül is énekelni fognak, régi eilati énekek is felcsendülnek majd a műsorban. Az izraeli vendégek ma délután ellátogattak a zsidó temetőkbe, ahol imádkoztak is. Ezt követően pedig megtekintették a zsinagóga épületét. A Magyar Madártani Egyesület Veszprém megyei helyi csoportja tavaly ősszel hirdetett meg egy pályázatot, amire a Pápai Városi Óvodák Vajda lakótelepi tagóvodájának Rozmarink csoportosai is neveztek. Négy kisgyermek egy-egy madarat készített el természetes anyagok felhasználásával. Bár a pályázat fődíját nem nyerték el a gyerekek, ajándékot kaptak. Hamarosan részesei lehetnek egy állatokkal kapcsolatos előadásnak. A madárkáink pályázatra két rozmaringos fiú és két rozmaringos lány készítette el alkotását. Így született vörösbegy, gólya, erdei fülesbagoly és repülő sólyom is. A Vajda óvodának, főleg a rozmaring csoportnak azért az életében igen nagy szerepet játszanak a madarak. Felvetettem a gyerekeknek az ötletet, és volt négy kisgyerek, aki azt mondta, hogy ő szeretne ebbe részt venni. A pályázati kiírás szerint előnyt élveztek azok az alkotások, amik az ősz kincseinek a felhasználásával készültek, ezért szárított levelekből készültek az alkotások. A pályázatokat az Egyesület Facebook oldalára töltötték fel, és a látogatók dönthették el, melyik a legjobb alkotás. A verseny madárbarát eszközökért folyt. Nagyon nagy összefogás indult a Vajda óvodában. Igazán nagy köszönet a szülőknek, hogy nem csak a rozmaringos szülők, hanem mindenki azon volt, hogy milyen legyen a legtöbb szavazat. Erről sajnos lecsúsztunk, de több mint 1000 szavazat érkezett a négy alkotásra. És utána ért bennünket a meglepetés, hogy egy háromtagú szakmai zsűri két alkotást is arra alkalmasnak ítélt, hogy díjazzon, és a második és a harmadik helyezést is a rozmaringos gyerekek hozták el. Olá Lilien, Csernák Leila, Gergely Sebestyén és Dercó Zoltán madárkái az óvoda folyosóját díszítik. A sorban az első a vörösbegy, amit Lilien készített, szárított préselt levelekből. Azért pont azt választottam, mert ez könnyű és cuki. És hogy készítetted ezt a képet? Te is száraz levelekből? Igen, és ragasztóval. A gyerekek pályázaton nyert ajándéka nagyon hasznos lesz. A Lépten nyomon környezeti nevelési program keretében Acél Gergely érkezik a gyerekekhez, aki az állatok téli túléléséről tart előadást. Felhős, de csapadékmentes időre számíthatunk holnap, jöjjenek a részletek. Pénteken északon, északkeleten lehet ködös, tartósan felhős, borongós az idő, máshol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Számottevő csapadék nem várható. A Dunántúl déli tájain megélénkülhet a délnyugati szél. A legmagasabb hőmérséklet 1 és 9 fok között alakul, a déli tájakon lesz enyhébb az idő. Kedves nézőink, ezek voltak csütörtöki híreink itt a Pápavárosi Televízióban. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!